Üdvözlök! Ismétem mindenkit! Itt van. Hallható. Vagyok is most ilyen máshol. Nőttem. Például néztem ilyen japán anime filmszerűségeket. És az van, hogy a Amerika, meg ilyen német cenzúra, tisztán átconzeráltassák az egész filmszerűségeket. Nem ugyanaz a japán átszubátokot japán nyelven, mint a melyik az amerikai verziókban. Úgy van, hogy amerikai játékokat vegyél. Akármit néző, amerikai híres játékok neve hangzik el. Azért, hogy azt az vedd meg. Japáni verziókban, mindenki tudja, japának a legjobban a ilyen boxeros játékokat szoktak feleszteni, ilyen logikásokat, ügyességeket, verekedéseket, míg addig Amerika felé inkább a élethű játékok felé hajtanak. Ilyen rossztárok, mások, amik virtuális világot, környezetet teremt meg, fel van tömve a saját márkás ruhájukkal, újságaikkal, telefonokkal, mindenne. Ez az újabb divatosabb felé mennek. Ezt nem lehet azt hallani, hogy japán cenzurátlan animéket vagy filmeket nézzenek. Úgy kell átszinkronizálni, minél jobban az amerikai felé megfeleljenek. Hogy sohasem az eredeti, megmond fel van cserébe a mondatnak az értelme, hang jelzései. Nem ugyanazok. De az a lényeg, hogy néző, hanem az a röhely, hogy miről van szó. Hogy lett az az érdekes bennük, hogy lett átcenzuráltatva Amerika felé. Hogy lett kicenzuráltatva lennak Európában, meg Amerikában. Azokban van nagy eltérések, amiről szól, hanem hogy mi hogy hangzik. Meglátszik a sima mondat hangzásában, az egész át van cenzurálva. Érezni lehet teljes mértékben ilyen hatalmi szervezetnek a műveit, ilyen nem saját gyártmányú szórakoztató iparban, hogy mit is művelnek le. Hát nem én, meg jön valaki mások, már észrevették ezt már 10-12 éve ezelőtt. Milyen 12 év, már nem számolok, akkor is kezdtem nézni olyan 2005-2008 között, hogy mennyire át van cseszve, át van szinkronizáltatva japán filmek, sorozatok, animék, minden, hogy is ilyen amerikai jelzésekkel. Mennyire át van mindegyik, akkor cenzuráltatva. Most csak úgy eszembe jutott, ilyen hirtelen be napokban, hogy nem a mi van a filmben, hanem hogy mennyire át van cenzura. Az a érződik rajta nagyon, hogy mit is műveltek le, nagyon érződött. Életem, már meg tudták érezni az ördögök, és itt van, mint az ördögnek mi a műve. Itt van a kettő dolgot össze lehet kötni, de tám, valaki nem tudná felé valamikor hatalmi szervek jártak, katonaság volt 200-300 évvel ezelőtt, jó sokan megfordultak itt el. Meg kell hagyni azt, hogy ezen a területen ugyanitt lehettek, onnan gondolom, hogy már itt van már régesség óta 1830 éves év óta vasút, akkor kb. Ugyanitt járkálhattak, vagy amarra felé, azon az úton, ahol én sétálgatok. Vagy amottan inkább, ugyanazon a helyen voltak.
és ezek most már kezdnek megváltozni. Hiszen ez a, míg a vason is képítve, mi ezek a helyek meg fognak maradni. Ugyan ezek lesznek, és lehettek, itt voltak, tagadás, nem voltak. Hasonlítom a kis rájuk. Tudja, amit játszottak velük. Érződik a hatásuk. Ezen a területen is fel lehet őket mérni, hogy miről is van. Történhettek. Nézzem, hogy mennyi idő van még. Ő sem van, nincs arra, annyi. Ide vagy oda, cenzuráltatva. Jósak minden meg lett. Ugye ezt, ami van, mindig a tanú szervek ördögnek a műve. Köszönöm ismét a jeleneteket.